Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... És már itt is van, és már is a második világháborúról beszélgetünk dr. Hegedűsdi Gézzel, színészrendező egyetemi tanárral, egy színészrendező, akinek PhD-je is van. Tessék, halljuk akkor. Nem, hogy 1941, Márai így írja, hallgatni akartam. Forró nap volt 1941. június 27-e. Az országgyűlésben a magyar miniszterelnök ezen a reggelen jelentette be, hogy Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. Azt mondja, hogy csak olyan dologról beszélek, amit én átéltem, személyesen megtapasztaltam, de amiről most fogok beszélni, arról nem lehet személyes tapasztalatom, de olyan embertől kaptam az információt, akinek a szava hihetőségében nincs okom kételkedni. És azt mondja, mivel már Bárdosi meghalt, ezért kötelességem vigyázni minden kimondott szóra. Azt mondja, két nappal elébb, mielőtt a Szovjetunió hadba lépett volna Németországgal, Molotov szovjet külügyminiszter Moszkvában hívatta, én idéze, ez ami szöveget mondok, bocsánat, ez eredeti Márai szöveg. Molotov, szovjet külügyminiszter hívatta Kristófit, a magyar követet, és közölte vele, hogy a legfrissebb értesülések szerint Németország órákon belül megtámadja a Szovjetuniót. Kérte Kristófit, hogy figyelmeztesse a kormányát, hogy Magyarország érdeke a semlegesség. És fölajánlotta Kristófinak az orosz külügyminisztérium közvetlen ankarai vonalát. Kristófi három ugyanolyan szöveggel egymás után elküldött táviratban figyelmeztette az ő kormányát, Molotov figyelmeztetését elküldte és a semlegességi ajánlatát. Ennek ellenére június 27-én Magyarország hadba lépett a Szovjetunióval. Sőt, ahogy mondja, hogy ezen a reggelen már kész helyzet elé állította az országgyűlést, mert ő és a Horthy ketten döntöttek arról, hogy Magyarország hadba lépett a Szovjetunióval. Fölteszi a kérdést Márai, idézem őt, mi lett volna, ha ezen a bizonyos júniusi reggelen, amikor Kristófi táviratai megérkeztek, Bárdosi a miniszterelnök és Horthy a kormányzó ellenállnak, és megtagadják a németek követelését, hogy lépjen be Magyarországon. Azt mondja, hogy nagyon nehéz erre válaszolni. Azt mondja, hogy talán beérik a magyarság gazdasági áldozatvállalásával. De inkább bizonyos, hogy elcsapják Bárdosit, talán a kormányzót is, és beültetnek egy báb kormányt a várba, így kényszerítve ki Magyarország részvételét a háborúban. Azt mondja, hogy Kristófi a hadüzenet után nagy nehezen Moszkvából hazavergődött a követség munkatársaival és a családtagjaival, mert akkor már hadi állapot volt, nagyon bonyolult módon, de mégiscsak hazaértek. Egyenesen jelentkezett Bárdosinál. És megkérdezte Bárdositól, László, megkaptad a távirataimat? Bárdosi szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy nem. Erről többet nem beszéltek. Amikor vége volt a kihallgatásának, fölkereste az úgynevezett sifr osztályt, amihez egyébként nem lett volna joga,
és megbizonyosodott róla, hogy az orosz külügyminisztérium közvetlen ankarai vonalán küldött három távirat Molotov figyelmeztetésével és semlegességi ajánlatával egytől egyig idejében megérkezett. Akkor na, most szeretnék megszakítani. Szeretnék megszakítani. Ez nagyon érdekes. Erről beszélünk azon a napon, amikor éppen tegnap volt itt a NATO főtitkára, igen, és tárgyalt a miniszterelnökkel, és sikerült megállapodniuk, amit természetesen az Amerikai Egyesült Államok csúcs találkozón, a NATO csúcs találkozón jóvá is kell hagyni, hogy Magyarország ebből az aktuális háborúból, ami most aktuális, kimarad mindenféleképpen. Ezt persze még jóvá kell, hogy hagyja a NATO csúcs is. Milyen érdekes az egybeesés? Nagyon érdekes, de tényleg erről lehet, hogy nem is gondoltam, meg így ez az információim most reggel de jöttem jó, egyenesen, de nem tájékozottam milyen, még a napi hírekről. Milyen jó, hogy volt nekünk egy máraink, aki ezt rögzítette. Ezt rögzítette, igen, de azt mondja, igen, és hogyha mégis elfogadják, folytatod tovább, azt mondja, akkor beérik a magyarság gazdasági áldozat vállalásával. Talán akkor nem kellett volna harcba és halálba küldeni sok-sok százezer magyar állampolgárt. Közöttük 600 ezer magyar. Így van, őróluk is, akik is persze, őróluk is persze beszél. A történelmi azért ilyen nagy, mert a történelmi őróluk Magyarország területéről. Illetve, hogy nem pusztultak volna el úgy a magyar városok, ahogy elpusztultak. De azt mondja, mindezek csak óvatos gondolatkísérletek, de minden esetre maradt volna egy jelentős erkölcsi többlet a magyarság mérlegén, hogy nem alkotmányos akarattal vett részt a háborúba. Döbbenetes. Minden esetre azt is leírja, hogy a hadüzenet estéjén egy barátjával ült egy budai kis vendéglőben, az asztaloknál hangos beszéd járta, pohárkocintások hallatszottak, az emberek hangosan és nyíltan ünnepelték a nagy nap eseményét. Azt mondja, sőt, az egyik asztalnál még pezsgőt is bontottak, és ittak a közeli győzelem örömét. Így folytatja, hogy mintha egy, látom az időt, mintha egy ország az eszét vesztette volna. Olyan volt ez a háborús félhomályban fenekedő, félelmes emberi látvány. Azt ígértem nézőinknek, hogy kultúráról beszélünk, tehát akkor meg kell, hogy... Ez része a történelem, igen, része. Éppen ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy azok a diákok, akik majd színészek lesznek, mennyire vannak tisztában ezekkel a történelmi eseményekkel, mert ahhoz, hogy majd Márairól beszéljenek, úgy, mint te, ahhoz ismerni kell Márait, ismerni kell a történelmet, mennyire vannak ők fölkészülve, vagy az osztályfőnököknek kell utólagosan gondoskodni erről? Tehát három csomópontja van az én növendékeimet, így próbálom fölkészíteni a pályára. Van egy nagyon erős elméleti oktatási rész. Én kulcsfontosságúnak tartom pont erre, amit most utaltál, a műveltséget a történelemben, a kultúrában, a hazaiban, az európaiban, az egyetemesben való tájékozottságot, hiszen ebből gyökerezik minden, enélkül nem lehet kreatívan gondolkozni. Meg nem lehet olyan darabokat eljátszani, amiket te eljátszottál. Tehát, hogy minden be van ágyazva a történelemben, a kultúrtörténetben, a művészettörténetben. Másik van az úgynevezett külső technikák, ami a fizikai adottságoknak a fejlesztése. Tehát a testtudat, a mozgás, a tánc, hangképzés, énektudás, beszédtechnika, színpadi beszéd, tehát mindez együtt, ami önmagában a külső technikai segítsége fejezi. A harmadik pedig az úgynevezett mesterségbeli, a művészi úthoz való eljutásnak egy lépcsőfokai, ez pedig a belső technika,
Ez pedig már a művészi, kreatív gondolkodás, annak is persze az alapjaitól elindulva egy teljes, hatalmas szerep, egy előadás fontos résztvevőjévé válni. Ez egy út, egy nagyon hosszú, tudatosan végiggondolt és pedagógiaiak felépített út. Minden anyagot úgy választok, jogomban áll bármilyen anyaggal foglalkozni. Tudatosan én magam, mint osztályvezető tanár, hogy mindig beágyazott legyen a történelembe, és egyszerre kénytelenek legyenek a hallgatók, anélkül nem is tudnának bánni az anyaggal, tájékozódni, utánolvasni, fölölelni azt a kort, azt a környezetet, azokat az embereket, azt az eseményt, a velük párhuzamosan megfogalmazott világot, más-más művészeti nyelven, más műfajokban. Ez az én ravasságom, hogy a hozott tudás vagy a hiánya, ez így pótlódjon, és egyszer csak kiegyenlítődik, és mindenki valami azonos módon fog, és ugyanolyan kíváncsisággal és ambícióval fordulni a világ felé. Kedves Péter, örülök, hogy itt lehettem. Kedves nézőim, kultúrát ígértem, kultúrának egy szeletét kapták. Sajnos, mint tudják, itt nem a víz, hanem az idő az úr. Ez is a kultúra egyik szerves része. Ezzel a beszélgetéssel véget ért már a Pirkadat, de holnap is lesz Pirkadat. 11 órakor kapcsoljuk a kormányinfót, hogy aptuminitek legyenek abban, hogy mit tesz a kormány önökért, vagy mit nem sikerült tenni, vagy mik a következő politikai lépések, ahol a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter és a kormány szóvivő megpróbál az újságírók kérdéseire válaszolni. Mi is ott leszünk, továbbra is élőben közvetítjük ezt az eseményt is. Velem holnap reggel itt találkoznak megint élőbe, fogadják szeretettel a mai műsorokat is. Kollégáim nevében akkor már a búcsúzók önöktől, a főszerkesztőnő továbbra is áll rendelkezésükre, bármi ohajuk, sohajuk van, telefonon őt is hívhatják, és kívánságokkal, hogy ki mindenkivel szeretnének egy beszélgetést látni, elküldhetik, és megpróbáljuk a kéréseket teljesíteni. Most következik egy általam vélt objektív híradó, fogadják szeretettel, és változatlanul minden órában híradóval jelentkezünk. Tartsanak velünk!